Üdvözöllek a Receptvadászok Facebook csoport 2017 júniusi játékának eredményhirdetése alkalmából. Az elmúlt hónapban sok új taggal gyarapodtunk, immáron 1114-en vagyunk a csoportban. Szeretettel köszöntöm őket is, érezzétek jól magatokat, játszatok velünk! Mielőtt azonban rátérnék az eredményhirdetésre, egy technikai információt osztok meg veletek. Többen jeleztétek, hogy nem tudjátok, hogy hogyan kell megoldani azt, hogy a Receptvadászok Facebook csoportjára a képeket töltsetek föl, ezt most meg fogom nektek mutatni. A saját profilomból indulok ki, mert te is a saját profilomból fogsz tudni kiindulni. Ide a felső sávba beírod, hogy Receptvadászok, kattintasz egyet, és megjelenik már is itt, mint groups, csoportok között, hogy receptvadászok. Erre kattints utána egyet, és megjelenik a receptvadászok Facebook csoportnak az idővonala. Ugye itt az én profilképemet látod, de itt, ha te léptél ide, akkor a te profilképedet fogod látni. Az add fotó videóra kattintunk egyet, fotót szeretnénk feltölteni, upload, feltöltés, videó és fotó feltöltés, upload, erre kattintunk egyet. Itt fogjuk tudni kiválasztani. Én az íróasztalomra mentettem el, mégpedig ezt a fájlt, ezt szeretnénk feltölteni. Megnyitás, akkor ő ezt elkezdi itt feltölteni, itt fogod látni. És akkor, amikor ez itt van, akkor amikor meglátod, hogy föltöltött, akkor itt a Say Something About This Photo, tehát, hogy mondj valamit erről a fotóról. Ide beszúrhatsz még például egy hivatkozást is. Utána a posztra kell kattintani. És ez meg fog jelenni a receptvadászok idővonalán. Ennyi ismeret elég is ahhoz, hogy részt vegyél a játékainkban. Most térjünk rá a júniusi játékunk eredményhirdetésére. A játék címe Add tovább, avagy ételek az egészség szolgálatában volt. Támogatónk a gastrogranny.com felajánlásából a következő nyereményeket tudom kisorsolni. Egy darab tésztarácsozó, egy darab 8 részes habkinyomó készlet, 6 féle fejjel, egy csomag mini muffin papírkapszli. És egy külön meglepetéssel is készültem. Íme legfrissebb módszertani videóreceptem főszereplője a süti alap ajándékba. Hogy hogyan lesz ebből finom süti, megtudhatod rövidesen GastroGranny YouTube csatornáján. Térjünk vissza azonban a játékunkhoz. A GastroGranny.com oldalon elhelyeztünk egy visszaszámlálót, ahol mindenki, te is folyamatosan nyomon követheted a játékból még hátra levő időt. Az utolsó percben, mint látjuk, már másodpercenként számlál vissza a visszaszámlálónk. Terveim szerint a GastroGranny.com oldalon minden hónapban egy visszaszámláló fogja jelezni a sorsolásig hátra levő időt. Vége, eljött a nagy nap, na nézzük akkor át a receptvadászok oldalára, frissítsük az oldalt, hát ha valaki még tett fel képet, na nézzük, betöltődött, Juhász Nildikó sorsgrófli receptjét már, igen, amelyiket lájkolom, azt már be is vezettem,
bevezettem, és még a mai 53 perccel ezelőtt a mai utolsó bejegyzésünk Vas László Neritől volt, egy nagyon finom kis ebéd, úgyhogy úgy nézem, mindenkié itt van. Úgyhogy kezdődjön a sorsolás. A sorsolás elvégzéséhez át kellett jönnünk az iPad-emre, ahol az iPad képernyőjén sajnos az egeret azt nem látjátok, tehát csak azt, hogy hogyan változik a képernyő. Ezt a Random Selector applikációt indítjuk el. Itt is van rögtön a listánk a jobb oldalon. Oda is van írva, látod, hogy receptvad június. Ez azt jelenti, hogy most a júniusi neveket így gyűjtöttem végig a hónap folyamán. Még most 61 és 61 az editkét, akkor itt meg kell változtatnom, hogy most veszem észre, hogy ő nem is 61, hanem ő már 62 a sorszáma. Attól függetlenül, tehát az a lényeg, hogy 62 név van ugye felsorolva, nézzük meg, hogyha itt alul összeadjuk, ugye 20, 34, 41, 51, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, megvan minden, leellenőriztük, tehát mindenkinek a neve jól szerepel. Az alsókat viszont akkor most ki kell a sorsoláshoz törölnöm, hogy gyorsan végigmegyünk a törléssel, mert a rendszer, hogyha benne hagyom, akkor ő az alsó sort is külön neveknek tekinti, és beleveszi a sorsolásba, ami pedig nem lenne nekünk most jó. Úgyhogy itt már óvatosabban nehogy kitörőjük, tehát 62 nevünk van, van akinek többször szerepel a neve, van akinek kevesebbszer. Elmentjük. Ilyenkor mindig azt írják, hogy a játék újra indul, tehát ez biztos, hogy az első sorsolás lesz ebben a témában. Ugye itt bal oldalon láthatod, hogy az From My List, tehát az én listámról fog egyetlen egy számot kitalálni, és kezdhetjük is azt hiszem a sorsolást. Így elindultunk, és amikor megnyomom, ide van írva, hogy push to play, onnan kezdve gyorsan ő összerakja a 62 név közül, hogy éppen most a mai napon ki lesz a nagy szerencsés győztesünk. Na nézzük, megnyomom a gombot, és keveri a gép, és mindjárt jönnek a betűk. Először edit, lehet, hogy edit, vagy nem edit? Na mindjárt megnézzük, mert egy nagy e betűt láttunk. Hogy ki kap ki. Vas Lászlóné Edit, hát ő a szerencsés győztes, meg is érdemled, Edit, gratulálok, mert sok-sok képet tettél föl ételekről, és sok receptet osztottál meg velünk. Köszönjük neked! Szeretnélek megkérni, hogy azt a címet, ahová nyereményedet eljuttathatom, a Facebookon egy privát üzenetbe küld meg nekem. Receptadás csoporttársainkat pedig várom a július havi játékban is, amelyet holnap, azaz június 30-án fogok meghirdetni. Ha nem akarsz lemaradni az új receptekről, kövess blogomat a gastrograni.com weboldalon, illetve iratkozz fel YouTube csatornámra. Követhetsz még a Twitteren, az Instagramon és a Facebookon is.